Sziasztok! Erre a videóra már nagyon régóta készülök, de eddig mindig úgy voltam vele, hogy inkább nem csinálom meg, mert nem akartam még jobban felkavarni az amúgy is háborgó tengert. Jaj, micsoda hasonlat. Szóval arról van szó, hogy elegem lett abból, ami az interneten, főleg az interneten, meg úgy egyébként is megy az anyukák között. Olyan kommentháborúkba, meg beszélgetésekbe futok bele, hogy egyszerűen kinyílik a bicska a zsebemben. És egyszerűen nem tudom megérteni, hogy nők, anyukák az internet névtelenségébe és arctalanságába burkolózva olyan kommenteket és olyan bántó dolgokat írnak egymásnak, hogy az egészen egyszerűen nonsens. Ez a videó most kifejezetten a császármetszésről fog szólni, de ugyanúgy mondhatnám az anyatej kontra a tápszervitát, vagy éppen azt, hogy ki, hogyan és hol altatja a gyermekét, vagy mivel eteti, mikor kezdi a hozzátáplálást, hordozza, vagy babakocsiban tologatja, szóval gyakorlatilag bármin, de tényleg bármin össze tudnak veszni az anyukák, és sokszor még egy békésen induló beszélgetés is olyan komment-cunamiba és olyan összetűzésekbe, meg összekülönbözésekbe torkollik, ami egyszerűen számomra már felfoghatatlan. Mert ugye mindenki azt gondolja, hogy szólásszabadság van és mindent lehet, kihányhatom a véleményemet az internetre, tök mindegy, hogy mennyire bántó, meg tök mindegy, hogy milyen érzéseket sértek meg azokkal a szavakkal, amiket leírok. Mindenki mindent leír, mert mindent lehet, mert 2018 van, és mindenki mindenféle platformon elmondhatja a véleményét mindenről, amiről ő csak szeretné. De hogy egy kicsit konkretizáljuk, szóval én most konkrétan itt arról fogok beszélni, hogy milyen támadásokat kapnak azok az édesanyák, akik császármetszéssel hozták világra a gyermeküket. És én azért szeretnék erről beszélni, mert hogy nekem ebben van személyes tapasztalatom, én ebben vagyok érintett, hiszen van 2 gyermekem, és mindketten császármetszéssel jöttek világra. És amikor néhány nappal ezelőtt megfogalmazódott bennem, hogy most már tényleg szeretnék egy videót csinálni erről, akkor kértelek titeket Instastoryban, hogyha titeket is ért bármilyen bántás, vagy beszólás, vagy sértés azzal kapcsolatban, hogy császármetszéssel szültetek, akkor kérlek, osszátok meg velem. És egyszerűen elképesztő, hogy mennyi üzenetet kaptam, főleg olyan anyukától, akik császármetszéssel szültek, és ezzel kapcsolatban érte őket bármilyen beszólás. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek az üzeneteket. Engem egyszerűen lesokkolt az, hogy mennyien írtatok. És az enyém az csak egy kis közösség, tehát ez csak egy szelete annak nyilván, akiket ténylegesen ért valamilyen sérelem vagy beszólás amiatt, hogy császármetszéssel szültek, de számomra már ez a szám is, amennyien írtatok, már ez is megdöbbentő volt, és nagyon-nagyon elszomorodtam emiatt. Amúgy elnézést kérek a fényekért, hogy így ide-oda mászkálnak, de felhőátvonulás van, de konkrétan nem érdekel, mert most már tényleg fel akartam venni ezt a videót, úgyhogy szerintem itt most úgy is az a lényeg, amit mondok, nem az, hogy az én fejemet bámuljátok, és hogy hogyan változnak a fények. Szeretném előre leszögezni, hogy ez nem egy olyan videó, amiben a császármetszést szeretném népszerűsíteni, és arról beszélni, hogy jaj, de jó a császármetszés, és mindenki szűrjön császárral, nem erről van szó, csak szeretném egy picit felnyitni a szemeket. Tudom, hogy azoknak a véleményét, akik ilyen nagyon elvakultan a császármetszés ellen vannak, valószínűleg nem fogom megváltoztatni, de ha a videómat látva és hallva legalább egy ember elgondolkozik azon, hogy mennyire bántó tud lenni az, hogyha ő valakit kritizál amiatt, mert császármetszéssel szülte meg a babáját, és a következő ilyen vitánál mondjuk ő azt mondja, hogy én ebben nem szállok bele, megspórolok magamnak egy bántó megjegyzést ezzel kapcsolatban, akkor én már nagyon örülök. Na de akkor kezdem azzal, hogy röviden elmesélem a mi történetünket.
Nekünk két gyermekünk van, Lili 3,5 éves, illetve Vince 1,5 éves, és mindketten császármetszéssel születtek. Lili lombik baba, tehát eleve nagyon sokat küzdöttünk azért, hogy ő legyen nekünk. Tehát már eleve a terhesség sem indult úgymond könnyen. Aztán maga az egész várandóság sem volt egyszerű, mert többször kellett ügyeletre mennünk valamilyen vérzés miatt. Aztán magzatvíz mintavételre is kellett mennem, terhességi cukorbetegségem volt, magas lett a vérnyomásom, egyébként úgy, hogy nekem világéletemben alacsony vérnyomásom volt, tehát nekem általában ilyen 90-60-as vérnyomásaim voltak a várandóság előtt, sőt még a várandóság elején is. Aztán a 33. héten, pont szenteste, szépen elszállt a vérnyomásom valahova a 200 környékére, úgyhogy azonnal robogtunk be a kórházba, és szerencsére akkor még úgymond sikerült bentartani Lilit, de bent kellett maradnom a kórházban. Jött egy csomó vizsgálat, kaptam gyógyszereket a vérnyomásomra, és úgy tűnt, hogy nagyjából stabilizálódott a helyzet. De a 35. héten egyik hajnalban arra ébredtem, hogy görcsölök, kaptam infúziókat, de közben ugye folyamatosan a CTG-re voltam kötve, és sajnos azt látta az orvosom, hogy nem jó a babának a szívhangja, és hagyott még egy kis időt, hogy hát ha rendeződik a dolog, de aztán azt mondta, hogy szerinte nincs értelme annak, hogy tovább húzzuk ezt a terhességet, amúgy is már egy úgymond komplikált helyzetben voltam ezzel a terhességi cukorbetegséggel, meg a magas vérnyomással. Ráadásul kiderült, hogy Lilinek nem megfelelő a súlya, tehát valami miatt nem fejlődött rendesen. Úgyhogy akkor, azon a reggelen, a 35. héten az orvosom azt mondta, hogy akkor most sürgősségi császármetszéssel világra fog jönni a gyermekem, és én konkrétan elkezdtem zokogni, mert hogy erre nagyon nem számítottam, és nagyon nem voltam felkészülve rá. Én arra számítottam, hogy a férjemmel az oldalamon, hüvelyúton fogom megszülni az első gyermekünket. Na hát ebből konkrétan semmi nem jött össze, mert hogy annyira hirtelen történtek a dolgok, hogy a férjem be se ért a császármetszésre, mert egyébként bejöhetett volna, hogyha időben odaér a legelejére, de tényleg annyira gyorsan történt minden, hogy sajnos ő már nem ért oda, így gyakorlatilag, hát úgymond egyedül csináltam végig az egészet. Egyetlen szerencsém volt, hogy egy tündéri altatóorvosom volt, aki tényleg gyakorlatilag végig bíztatott és próbált nyugtatni, úgyhogy nem tudom, ha ő nem lett volna ott, akkor tényleg nem tudom, mi lett volna, mert így is gyakorlatilag végig zokogtam az egészet. És hát ugye Lili koraszülött volt, a korához képest pici volt a súlya is, így ugye azonnal inkubátorba került, és gyakorlatilag napokig a kezembe sem foghattam, és ugye 3 hetes volt, amikor végre hazajöhetett. Na most, hát azt mondanom sem kell, hogy hetekbe telt, mire feldolgoztam ezt az egészet. Azt, hogy egyszerűen semmi nem úgy alakult, ahogyan én azt szerettem volna, hogy egyszerűen nem volt szülés élményem, elvették tőlem ezt az élményt, hogy egyszerűen borzasztó volt, borzasztóan éreztem magam hetekig, és ezt nekem borzasztó nehéz volt feldolgozni, tényleg hetekig őrlődtem és gyötrődtem, hogy egyszerűen nem volt aranyóra, meg semmi nem volt. Aztán szerencsére idővel beláttam, hogy egyszerűen nem tehetek erről az egészről, ennek valamiért így kellett lennie, úgyhogy vagy elfogadom, vagy egyszerűen tényleg be fogok kattanni. Aztán amikor terhes lettem Vincével, akkor gyakorlatilag azt hiszem a legelső nőgyógyászati vizsgálatnál megkérdeztem az orvosomat, hogy hát most akkor mi a helyzet, ő mit gondol, hogy megszülhetem hüvelyi úton a második gyermekemet, vagy pedig császármetszés lesz. És azt ugye tudni kell, hogy császármetszés után is lehetséges hüvelyi úton szülni,
Tehát az, hogy valakinek császármetszéssel született az első gyereke, az nem zárja ki eleve azt, hogy a második hüvelyúton születhessen, de bizony vannak olyan esetek, amikor tényleg a második gyereknek is mindenféleképpen császármetszéssel kell születnie. Az orvosom azt mondta, hogy ő így a kórelőzményeimet figyelembe véve, ő császármetszést javasol. És az az igazság, hogy amikor ezt így kimondta, én valahol egy kicsit megkönnyebbültem. És ez most így lehet, hogy kicsit erősen hangzik, de én örültem, hogy azt mondta, hogy ő a császármetszést látja indokoltnak, mert így legalább tudtam, hogy mire számítsak. Hogy nem lesz megint az, hogy én arra készülök, hogy hüvelyúton szüljem meg a második babánkat, és végig erre készülök, aztán majd jön megint valami, ami felülír mindent, és megint császármetszés lesz belőle, és aztán majd megint hetekig, hónapokig őrlődhetek azon, hogy miért kellett ennek így lennie. Így legalább tudtam, hogy mire számítsak, ezt már egyszer átéltem, tudtam nagyjából, hogy mi a dolgoknak a menete, és ennek is köszönhető az, hogy a második császármetszésemre teljes lelki nyugalomban készültem, és indultam el, tehát a császármetszés előtti nap is tök nyugodtan aludtam, tényleg tudtam, hogy mi fog velem történni, és ez elképesztő biztonságot adott nekem. Igazából a második császármetszésem az már egy, hát mondhatni, hogy pozitív élmény volt, ha lehet ilyet mondani egy császármetszésre, de minden esetre korán sem olyan volt, mint az első. Tehát tényleg nyugodt voltam szinte végig, ott volt bent a férjem velem, úgyhogy teljesen más volt az egész, mint az elsőnél. Egyetlen apró, picike dolog volt, ami úgy belepiszkított ebbe az egész dologba, és az az altatóorvos, illetve az asszisztense. Ugye mondtam, hogy az első szülésemnél egy tündéri altatóorvosom volt, na hát a másodiknál ez nem jött össze, ugyanis borzasztóan flegma volt, tett is egy-két megjegyzést, de egyébként ez leszámítva a második császármetszésem tényleg egy pozitív és sokkal jobb élménynek mondható, mint amilyen az első volt. Na hát így dióhéjban ennyit az én úgymond élményeimről és tapasztalataimról a császármetszéssel kapcsolatban. Igen, én is kaptam beszólásokat emiatt, hogy császármetszéssel született mindkét gyermekem, de ahogyan ugye említettem a videó elején, megkértelek titeket Instastoryban, hogyha ugye van köztetek olyan, aki császármetszéssel szült, és kapott emiatt bármilyen beszólást, akkor az írja meg nekem. És összegyűjtöttem, hogy mik azok a leggyakoribb sértések és beszólások, amiket egy olyan anyuka kaphat, aki császármetszéssel szült, és szeretnék röviden reagálni is ezekre. Az egyik kedvencem, amit nagyon sokan írtak, hogy a császármetszéssel született gyermek félni fog az alagútban. Na most, nekem ugye mindkét gyermekem császármetszéssel született, és egyikőjük sem fél az alagútban, mindketten átmennek bújni rajta, de biztos vagyok benne, hogy van olyan gyerek, aki császármetszéssel született, és fél átbújni egy alagúton, ugyanakkor abban is biztos vagyok, hogy van olyan gyermek, aki hüvelyúton született, és ugyanúgy fél átbújni az alagúton. A következő beszólás, amit többen is írtak, hogy nem tesz jót, ha nem megy át a szülő csatornán, mert nem fog megtanulni küzdeni. Én azt gondolom, hogy az, hogy egy gyerek, illetve később egy felnőtt mennyire tud küzdeni, az nem kizárólag, vagy inkább úgy mondanám, hogy kis részben múlik azon, hogy milyen módon született. Szerintem az, hogy tud-e küzdeni, vagy hogyan tud küzdeni, az sokkal inkább azon múlik, hogy mik történtek vele az életben, milyen tapasztalásai voltak, miket tanult, és miket látott másoktól. Szerintem ezen múlik az, hogy ki mennyire tud küzdeni. A következő, amit megint rengetegen írtak, az az, hogy a császármetszéssel született baba nem fog kötődni, nem lesz elég szoros a kapcsolata az anyával. Nos, az a jó hírem van, hogy a kötődés az nem kizárólag azon múlik, hogy milyen módon született meg a baba,
És bocsánat, hogy ezt mondom, de emiatt egy kicsit túlértékeltnek tartom az aranyórát is, mert hogy rengeteg anyukának, főleg akik ugye császármetszéssel szültek, nem adatik meg az aranyóra lehetősége, és ne értsetek félre, szerintem ez egy szuper dolog, hogyha van lehetőség aranyórára, akkor tényleg használjátok ki, és kérjétek, hogy minél hamarabb tegyék nektek oda a babát, és azonnal tényleg kialakulhasson egy ilyen testi kontaktus. Viszont ne gondoljuk már azt, hogy a kötődés az csak is kizárólag azon múlik, hogy milyen módon született meg a gyerek, meg hogy volt-e aranyóra, mert szerencsére a kötődésen eléggé sokféleképpen lehet, és kell is dolgozni. A következő beszólás az benne van a top 3-ban, mégpedig az, hogy aki császármetszéssel szült, az a könnyebbik utat választotta. Na most egyrészt ezzel, hogy választotta, szeretnék már egyből vitatkozni, mert hogy ugye nagyon sok esetben nem az édesanyja választja a császármetszést, hanem mondjuk valamilyen betegsége miatt kényszerül arra, hogy császármetszéssel szüljön, vagy ugye akár valamilyen komplikáció miatt kerül sor, például sürgősségi császármetszésre, de igen, olyan is van, hogy egy édesanya választja azt, hogy császármetszéssel szeretne szülni, és az a helyzet, hogy ehhez az égvilágon senkinek semmi köze. Ez az ő döntése, az ő teste, az ő gyermeke, hogyha ő így dönt, akkor az csak és kizárólag rá tartozik. Ennyi. A könnyebbik útról meg annyit, hogy honnan tudja egy nő, aki hüvei úton szült, hogy milyen érzés császármetszéssel világra hozni egy gyermeket. Hogy milyen érzés utána egy 10-15 centis friss sebbel ellátni egy újszülöttet, vagy csak úgy egyáltalán kikelni az ágyból. Honnan tudja ezt? Miért mondja azt, hogy könnyebbik út, mikor fogalma sincs róla, hogy mit jelent császármetszéssel szülni? Másrészt meg az anyaság nem egy rohadt verseny. Nem attól leszünk jó anyák, hogy hány órát vajuttunk, vagy hogy hogyan hoztuk világra a gyermekünket, sőt, egyáltalán nem attól leszünk jó anyák, hogy világra hozunk egy gyermeket, hiszen vannak nagyon sokan, akik örökbe fogadnak gyermeket, és mégis csodálatos anyukák, pedig nem szültek. Aztán a következő, amit megint nagyon sokan írtak, és picit kapcsolódik az előzőhöz, az az, hogyha valaki császármetszéssel szült, akkor nem tudja, hogy mi az igazi fájdalom. És itt visszacsatolnék ahhoz, amit az előbb mondtam, hogy te, aki hüvei úton szültél, honnan tudod, hogy milyen fájdalommal jár egy császármetszés? Meg tényleg értsük már meg ezt, hogy ez, hogy mennyi ideig vajudik valaki, vagy hogyan hozza világra a gyerekét, az nem jelent semmit, nem ez az anyaságnak a fokmérője. Nem attól leszel jó anya, hogy van egy hatalmas gátsebed, ami baromira fáj, nem is attól leszel jó anya, hogy vajuttál 22 órán át, és nem attól leszel jó anya, hogy nem ezektől leszel jó anya. És az úgymond top beszólás, ami így a dobogó legtetején áll, amitől a leginkább ki tudok akadni, és amitől a leginkább kinyílik a bicska a zsebemben, az az, hogy aki császárral szült, akkor az nem is szült, hanem csak kivették, vagy kivágták belőle a gyereket. Próbálok finom és nőies maradni. Császármetszésnél világra jön, tehát megszületik egy gyerek, tehát ez is egy szülés. Ennyi. Ebből az egészből nem azt szeretném kihozni, hogy a császáros anyukákat szenté kellene avatni, és le kell borulni előttük, meg hősként tekinteni rájuk, vagyis de, hősként kell tekinteni rájuk, ahogyan azokra az anyukákra is, akik hüvei úton szültek. De néhány anyukánál, akik hüvei úton szültek, és lenézik azokat az anyukákat, akik császármetszéssel szültek, néha azt érzem, hogy felsőbbrendűnek tekintik magukat azáltal, hogy ők X órán át vajúttak, és hüvei úton szülték meg a gyermeküket, holott nincs különbség. A lényeg az, hogy születik egy gyermek, és ezáltal egy édesanyja is, és ennyi a lényeg, a végeredmény a lényeg.
És még egy dolog, amit szeretnék megjegyezni, amit többen is írtak üzenetben, az az, hogy egészségügyi dolgozóktól kaptak beszólást császármetszés miatt, és ezt elképesztően károsnak tartom. Szóval, hogyha az, aki egészségügyben dolgozik, és pontosan tudja, hogy mivel jár egy császármetszés, beszól emiatt egy édesanyának, akkor mit várhatunk más emberektől? És ebben sajnos nekem is van tapasztalatom, mert ahogyan említettem a videó elején, a második császármetszésemnél az altató orvos, illetve az asszisztens tett ilyen kisebb megjegyzéseket, amik baromira rosszul estek nekem. Tehát én nem is értem, hogy hogy képzelik ezt. Akkor inkább ne mondjanak semmit. Oké, hogy megvan a véleményük, de tartsák magukban. Egészségügyben dolgoznak. Nem mondhatnak ilyeneket egy nőnek, hogy maga nem fog szülni magából, csak kivágják a gyereket. Ilyet nem lehet. És aztán arról nem is beszélve, amikor mondjuk egy olyan valakitől kapsz beszólást, akit ismersz, mondjuk a barátnőttől, vagy az anyósodtól, mert hogy ilyenre is van példa, mert ilyet is írtatok nekem. Szóval amikor egy olyan embertől érkezik, aki tényleg ismersz, és akitől úgy nem várnád. Itt is azt gondolom, hogy oké, hogy megvan a véleményed, de tartsd magadban. Tehát van az a pont, amikor tudni kell csöndben maradni, és inkább nem mondj semmit. Ha nem tudsz kedveset mondani, akkor inkább nem mondj semmit. De az, hogy a barátnődet, vagy a rokonodat megbántod egy ilyen odavetett beszólással, hogy a könnyebbik utat választottad, az baromi szarul tud esni. Igazából egy ismeretlentől is rosszul esik interneten, de mondjuk az úgy talán lepereg az emberről, mert nincs ott előtted, nem így face to face mondja, de mondjuk az is rosszul tud esni. De mikor egy olyan ember mondja, akit ismersz, és így face to face a szemedbe mondja, hát kösz. Szeretnék valami okosat mondani így a videó végén, de az az igazság, hogy talán érzékeltétek, hogy eléggé érzékenyen érint engem ez az egész téma, annak ellenére, hogy rólam már lepelegnek az ilyen beszólások, és tudom kezelni őket. De ahogyan az üzenetekből is tapasztaltam, vannak olyanok, akiket abszolút érzékenyen érint, akár még egy-két év távlatából is, hogyha valaki beszól nekik amiatt, hogy császármetszéssel született a gyermeke. Én azt szeretném igazából, hogyha tényleg mielőtt valaki leír egy ilyen kommentet egy anyukának, aki császármetszéssel szült, hogy a könnyebbik utat választottad, mert te nem is ismered, hogy mi az igazi fájdalom, meg te nem is szültél valójában, akkor egy icipicit gondolkozzon el előtte. Gondolkozzon el mondjuk azon, hogyha van egy lánya, vagy mondjuk születni fog egy lánya, és ő terhes lesz, és ne adj Isten úgy hozza az élet, hogy császármetszéssel kell világra hoznia a gyermekét, akkor mit fog mondani a saját lányának? Neki is ezeket fogja mondani, hogy kislányom, a könnyebbik utat választottad? Meg kislányom, te nem is szültél valójában? Jó, csak így ebbe gondoljatok bele. És hogyha a saját gyerekednek nem mondanád ezt, mert úgy gondolod, hogy ez bántó, és sértő, és felzaklathatja őt, akkor léci másnak sem mond ezt. És tudom, hogy az interneten, a különböző fórumokon, meg a különböző cikkek alatt olyan könnyű csak így bepötyögni egy pár szót, de kérlek értsétek meg, hogy attól, hogy nem szemtől szembe mondod azt valakinek, attól azoknak a szavaknak még súlya van. És igenis megbánthatsz vele mást, és mitől lesz jobb neked, hogyha beírsz egy ilyen kommentet, hogy a könnyebbik utat választottad, meg hogy te nem is szültél igazából. Te ettől jobban érzed magad, hogy beírsz egy ilyen kommentet? Neked ettől szebb lesz a napod? Ettől te büszke vagy magadra? Mert ha nem, akkor inkább ne oda léci. Hát ennyi lett volna ez a videó. Sikerült egy kicsit lehiggadnom a végére. Nagyon örülnék neki, hogyha kommentben megosztanátok velem, hogy mi a véleményetek erről az egész témáról, vagy akár azt is, hogyha van tapasztalatotok ezen a téren. És nagyon szeretnék kérni mindenkit, hogy maradjon kulturált, hogyha érkezik bármilyen sértő vagy személyeskedő megjegyzés,
akkor haladéktalanul törölni fogom. Tényleg nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit gondoltok erről az egészről, akár olyan nőként, aki császármetszéssel szült, akár olyan nőként, aki hüvely úton szült, sőt, akkor is nagyon érdekel a véleményetek, hogyha még nem szültetek. Úgyhogy tényleg nyugodtan írjátok meg, de nagyon kérlek titeket, hogy kulturáltan nyilvánítsatok véleményt. Ennyi lett volna ez a mai videó, köszönöm, hogy meghallgattatok, legyen szép napotok, sziasztok!